Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves érdeklődő közönség! Mindenkit szeretettel köszöntök ezen a csodálatos augusztus 20-i ünnepen, és mindenek előtt szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni a szervezők számára, elsősorban a Kincses Kolozsvár Egyesület, a Kolozsvár illetőleg a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Egyetem számára, hogy itt lehetek és ezt az előadást megtarthatom. Mint a Kolozsvár Társaság tagja, illetőleg a, a Szapienci Erdi Magyar Tudományi Egyetem docense, Erdi kérdésekkel, erdélyi, azon belül kolozsvári történelmi eseményekkel foglalkozom történészként. Elsősorban a 20. századi kérdésköröket vizsgálom. És hát kolozsvári magyar napokon mindig előtérbe kerül, hogy hát egy kolozsvári történetet dolgozzunk fel, azokkal, azzal foglalkozzunk, és így esett a választás egy fantasztikus egyéniségre, aki Kolozsvár szülöttje, és ennek a patinás nagymúltú intézménynek, a református kollégiumnak volt diákja, aki itt 1917-ben ebben a, a, az intézményben, hogy róla emlékezzünk, róla veszélyünk, őt elevenítsük fel, őt próbáljuk meg visszahozni a köztudatba. Kiről is van szó? Gróf Teleki Béla politikusról, a ugyanakkor agrárszakemberről is, aki hát azt lehet mondani, hogy Erdély elfelejtett politikusa, és azon belül Kolozsvárnak az egyik elfelejtett nagy egyénisége. És nem azért elfelejtett, mert hogy amit ő művelt, amit ő tett, amit, amit élete során hosszú, 90 éves életútja során elérte, az olyan semmi lenne, hanem azért, mert a kommunista időszakban, az alatt a 40 év alatt tulajdonképpen tudatosan felejtésre ítélték. És nem azért, mert hogy mondjuk egy szélső jobboldali politikus lett volna, vagy egy a románsággal szemben álló valaki lett volna, nem, nem egyáltalán nem ilyen ember volt, hanem azért pusztán, mert a neve úgy hangzott, hogy gróf Teleki Béla. És azt hiszem, hogy ez elég sok mindent elmond arról, hogy ugye az a rendszer hogyan működött 44 után, tehát 1989-ig, amely megbélyegezte az embereket származásuk alapján, épp úgy, ahogy a náci rendszer tette, csak akkor ugye a zsidók voltak a, a, a fekete bárányok, mondjam így. Na most, most a kulákok, a grófok, a, a, az arisztokraták, a nemesek, és így tele ki Béla is. Ráadásul nem lehetett itthon. Élete nagy részét nem tölthette szeretett hazájában, szűkebb hazájában, és azon belül Kolozsváron sem. Kénytelen volt amerikai számüzetésben élni. És hát ahogy egy, egy korábbi visszemlékezésben olvastam, ott így hangzott, hogy az ő rodostója ott volt az egyik New Yorki felhőkarcoló, nem is tudom hányadik emeletén írta róla Domokos Géza. Igen, tehát egy, mondható, hogy egy, egy, önkéntes számüzetésbe kényszerült ember életútjáról beszélünk, akinek azonban az élete két nagyobb kérdéskör köré, vagy két nagyobb korszakra bontható. Az egyik ugye az erdélyi tevékenysége, amire az előadásom első felét fókuszálom, a másik pedig az amerikai tevékenysége, hiszen hiába volt ő Amerikában, akkor is az Erdély magyarságért tett és alkotott. Életeleme volt az erdélyiség, a magyar erdély gondolata és az Erdély magyarság sorsa. Ez volt neki a legeslegfontosabb élete minden percében. Na most ezért is érdemes, hogy emlékezzünk rá a Kolozsvári Magyar Napokon, az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön, amikor nem csak a jól ismert személyiségeket elevenítjük fel, hanem bizal helyet és teret kell adjunk azoknak, akiket méltánytalanul felejtésre ítéltek politikai okokból. Az előadásom címe ugye, egy élet Erdélyért. És azt hiszem, hogy ez sok mindent elárul arról, hogy milyen is volt Teleki Béla. Nem véletlenül választottam ezt az idézetet. Tibori Szabó Zoltán, kedves jóbarátunk, családi barátunk írt egy rövid összefoglalót az ő életéről, Teleki Béla életéről, 1993-ban jelent meg, itt Kolozsváron, és ebben szerepel egy, egy, olyan alcím, vagy egy fejezet cím, hogy egy élet Erdélyért, Ért, amiben röviden összefoglalja, hogy hát az akkori tudomásunk szerint, aztán azóta kiderült még egy csomó ö, eredménye ezen felül is Teleki Bélának, hogy hát mit tett ő az erdély magyarság. És tényleg, már akkor a 90-es évek elején látszott, hogy az ő élete tényleg Erdélyről szólt, és Erdélyért szólt. A, ö, ö, hogy, hogy jutottam én hozzá, hogy ezzel a témával foglalkozom? Hát a a ö, tíz éves, az elmúlt tíz éves kutatásaim ö, ö, tulajdonképpen az Erdély pár témakörére fókuszáltak. Erről tavaly előtt, éppen a pandémia előtt megjelent egy könyvem az Erdély pár története, ö, ö, amelynek ugyan, ugyancsak egy idézetet választottam az Erdély Pártnak a szlogenjét, mindent Erdélyért címmel. Na most, Teleki Béla gróf ennek a pártnak volt az elnöke, az országos elnöke. És amikor a, a pártnak, a, ha azt mondjuk, hogy ez a jelszó, hogy mindent Erdélyért, akkor abból átjön, átsüt az, hogy Teleki Béla hogyan gondolkodott Erdéről, és hogy miért volt számára ez annyira fontos ez a témakör. Az Erdély párt 1940 és 1944 között működött a magyar időszakban, a kis magyar világban, ahogy szoktuk emlegetni. A legfontosabb észak magyar politikai párt volt, tömegpárt, egy majdnem félmilliós tagsággal bíró pártról beszélünk, amely egybefogta a magyarságot. És ezt csak azért így zárójelbe fogalmaztam meg, mert hogy, hogy Teleki Bélának is tulajdonképpen ez volt a élete értelme megpróbálta politikailag is, gazdaságilag is egybefogni az erdélyi magyarságot. Mert ha széthúzunk, ha, ha kisebbségben élő népcsoportként ugye fragmentálódunk, akkor óhatatlanul az eltűnés veszélye és a beolvadás veszélye fenyeget. És ezt Béla nagyon jól érezte, mind itt, mind Amerikában. Mind a két világháború közti korszakban, amikor nagyon sokat tett az erdélyügy előmozdításáért, mind a világháború idején, mind az amerikai számüzetés évtizedeiben. Na, de hát lássuk, hogy ki is ez az ember, kiről is beszélünk. A híres teleki családnak a széki ágából származott, tehát a széki gróf teleki Bélának mondhatnám, bár ha most itt lennek közöttünk, akkor nagyon valószínű, hogy teljes felháborodását vívtam volna ki ezzel, hiszen mindig kerülte a gróf úr megszólítást, és nagyon haragudott mindazokra, akik grófnak nevezték, főleg a széki grófnak. Ő egyszerűen az embert látta mindenkibe, és, egy, és, és, önmagát is úgy szerette volna megőrizni, hogy egyszerűen teleki Béla. Tehát ő utálta a feltűnést, a, a, a feltűnési viszketegséget, a, a, magamutogatást, nem is hagyott emlékiratot maga után, ami egy óriási hiány, és ami történészként mindannyiunk számára, ugye a történész kollégák között is, ugye ez egy, ez egy szomorúan számon tartott helyzet, mert hiszen végélte a 20. századot. 1899-ben születik, május 16-án itt Kolozsváron, és 1990. február 7-én hunyt el New Yorkban. Na most végélte tehát azt, amit a, a, történész társadalom rövid 20. századnak nevez. Az első világháború elejétől mondhatni, amikor ő már fiatalember volt, elegészen a 89-es rendszerváltozásokig és, és a 90-es újrakezdésig. És nem hagyott maga után emlékiratot. Nem dicsekedett, nem, nem vágott fel azzal, hogy mit tett, mit ért el. Holott, és ennek az előadásnak ez a lényege, hogy lássuk, hogy mégis hatalmas életmű áll mögötte, és érdemes ráemlékezni. Nyilván arisztokrataként, tehát igazából nemes és származásuként alapvetően földbirtokosként jellemezhetjük. Ő magát gazdasági szakembernek tartotta, és szerénységére jellemző sosem vallotta magát úgy vérbeli politikusnak. Sőt, inkább mindig szeretett volna távol maradni a politikától, de érezte, hogy nincs abban a helyzetben, hogy ezt megtehesse. Ez az, amit közszolgálatnak nevezünk, amit gondolom mindannyian ismernek, ugye a régén magyar nemesi virtusnak, ugye ez a legpozitívabb oldala, legalábbis Erdélyben mindenképp az erdélyi nemességnek, hogy a közszolgálat, a közért való étel. Tehát, hogyha nekem valami többen van, több birtokom, több lehetőségem, több anyagi forrásom, akkor az nem azért van, hogy én olyan jól éljek, és ugye ellegyek, hanem az azért van, hogy az felelősséggel is jár, és azért a közösségért áldozni kell, tenni kell, nekem többet kell tenni, mint másoknak. Ez volt Teleki Béla valódi élet célja, életútja most azt hiszem, hogy nem én vagyok arra alkalmas, hogy jellemezzem őt. Talán az AVH, az állambiztonsági szolgálatoknak a jellemzése a pozitívabb, hiszen mégiscsak korabeli jellemzés. Így hangzik, 1956. május 4-én írott egyik AVH jelentésben olvastam az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában. Így hangzik. Teleki Béla igen tehetséges, kisé erőszakos politikus. Művelt, sok nyelvet beszél és széles látóköre van. Bizony ezt még a, 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 a kommunista rendszer titkos szolgálata is, a rákosi rendszer titkosszolgálata is, és azt követően ugye aztán később egészen a 60-as évekig, ahogy követték a dossziéját, ugye a, 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 a Kádár rendszer titkosszolgálata is el kellett, hogy ismerje. Na most azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerés nem is érhette a gróf urat, mondjam így, hiszen, hiszen, ugye nyilvánvaló volt, hogy egy veszélyes egyéniség, mind a magyarországi, mind a romániai kommunista rendszerre nézve. Igyekeztek rendesen el is felejtetni a társadalommal, el, számüzetésbe kényszeríteni, elítélni, vagyonelkobzással sújtani, mindjárt meglátjuk. Tehát tulajdonképpen ellehetetleníteni az életét. És nem volt ám akárki. Én utána néztem egy picit, persze a rettenetes nagy teleki családfában, hát az egy, egy kész kincszenvedés volt, hiszen az, az egy, egy óriási családfáról beszélünk. És hát felfedeztem örömmel, hogy az árvízi hajósnak, ifi a Veselény Miklósnak az unokájáról van szó, közvetlen leszármazottáról. Vagy Gróf Teleki Pál miniszterelnöknek az unokaöcséről egy másik irányból. Tehát, hogyha megfigyeljük, tulajdonképpen olyan ősökre, vagy olyan felmenőkre tekinthetett példaképként, akik mind tettek a közösségért. Ugyanígy a szülei is, a közvetlen szülei is, Gróf Teleki Artur az ő édesapja, az Erdély Református Egyház fő a volt és egyben az országos magyar párt egyik alelnöke a két világháború között, majd pedig ugye az 1940-es fordulat után az erdélyi párt Marostorda vármegyei és Marosvásárhelyi szervezetének volt az elnöke annak a pártnak, amelynek viszont a fia, Teleki Béla volt az országos elnöke. Tehát látjuk, hogy amellett, hogy közszolgálati felelősségtudatot tanult a szüleitől és felmenőitől, együtt tudott dolgozni a szüleivel, az édesapjával a, a magyar parlamentben, mint képviselő, és pártvonalon is erdészerte. Tehát tulajdonképpen bele, bele tudott ö, ö, épülni abba a teleki hagyományba, vagy abba a nemesi hagyományba, amelyben ez a család ugye, nagyon sokat tett az erdészerte a Az édesanyja Hadadi Báró Veselény Ilona pedig a tulajdonképpen utolsó ö, tulajdonosa volt ö, az államosítás ö, előtt a Zsibói kastélynak, amely ugye most számos vihart kavart az újabb és újabb tulajdonosváltások nyomán, ezt gondolom önök is követik, ismerik. Ö, mindenképpen Teleki Béla ö, az édesanyja révén Ugye, hát mondjam úgy, hogy örököse lett volna ennek a kastélynak. Persze sose ö, ö, tudta igazából élvezni ennek az áldásait. Két világháború között élt rövid ideig a kastélyban, és, ö, és akkor mintagazdaságot is működtetett ott. De hát ö, a háború után ugye elvették őt, száműzték, tehát gyakorlatilag nem volt lehetőség. Tehát lánytestvérei voltak, csak Ilona, ö, Margit és Gemma, Marosvásár, utóbbi ugye Marosvásárhely egyik közismert és közkedvelt egyénisége, Gemmi néni akit hát azt hiszem, hogy az egész város ö, ö, ismert. Hoztam egy korabeli metszetet, egy 1901-es metszetet, hogy nagyjából hogyan nézhetett ki a kastély, amikor Teleki fiatal volt, Teleki Béla fiatal volt. A fiatalságának, a gyerekkorának egy részét itt töltötte valóban a kastélyban, de, de nagyon ö, ö, rövid és inkább epizódszerű jelenléte volt neki ö, ö, zsibón. Alapvetően ugyanis Kolozsváron, illetőleg Tancson, tehát a Marosvár megyei, maros tordavármegyei megyei Tancson gyermekeskedett, ahol az édesapjának a teleki oldalú ugye, birtokai voltak. És hát Kolozsváron meg itt velünk szembe, a teleki palotában, amit most felújítanak, és hála jó Istennek végre talán eléri azt, hogy, hogy olyan szépen nézzen ki, mint a református kollégium. A, ahogy említettem, igen, református kollégiumban itt érettségizett, majd 1917-ben, majd ahogy elérte a 18 éves életkort 1917 őszén, tulajdonképpen ahogy az elvárt volt egy teleki gróftól, önként jelentkezett frontszolgálatra az első világháborúban és a tanulmányait emiatt a Ferenc József Tudomány Egyetemben folytatott tanulmányait fel kellett, hogy függesse. Két éves, vagy másfél, hát igazából másfél éves frontkatonai szolgálat miatt. És hát azért a nemességnek ildomos volt nem a pocsolya kerülők, tehát a, 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 gyalogság soraiba, hanem a, a, lovasság soraiba bekerülnie. És egy nem akármilyen alakulathoz, hanem a Vilmos császáról elnevezett 7. K. K. alakulathoz, tehát, a közösség, tehát a, az osztrák-magyar közös hadsereg 7. Huszár, huszár alakulatához került. Debrecenben állomáshoztak illetőleg Nagyváradon, majd rövid kiképzés után kikerült a frontra, ahol három vitédségi érmet is szerez és ez is mutatja ugye bátorságát, odaadását, és, és, lényegében a szívvel lélekkel folytatott hadművelést. Részt vett az olasz front harcaiban, a Doberdófensikon, részt vett a, a, román hadsereg elleni kárpáti harcokban, elegészen a möröst mörösest ojtoz vonalon húzódó védelmi állások elleni harcokig 1917 végén, 17, nyarán, 17 őszén. A, ö, 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 kutatta, kutatva az ő hagyatékát, ö, nagyon, hála jóistennek nagyon sok minden megmaradt, ö, ő ugyan nem írt emlékiratot, mint említettem, de nagyon sok minden megmaradt a hagyatékban, ö, ott találtam meg többek között egy nagyon érdekes szabadságlevelét, ö, amikor ugye ö, 1918. július végétől augusztus végéig egy egy hónapos szabadságlevelet kap ö, a frontról, hogy hazatérhessen, és egy év után láthassa újra a szüleit, és egy rövid ideig Erdében lehessen, erről hoztam egy, egy képet. A háború után klasszikus Erdélyi sors, az övé nem hagyja el Erdét, nem menekül el azzal a 200 ezer emberrel, aki ugye ekkor Trianon után ott hagyja Erdét, hanem itt marad, és megpróbál megkapaszkodni és leteszi a doktorátust a Debreceni Egyetem agrártudományi szakán, de igazából ritkán látogatva, csak a minimálisan szükséges időt töltve Debrecenben, és alapvetően már 1921-től Zsibón telepszik le, ahol ő úgy rendezkedik be, hogy egy ö, politikától elvonatkoztatva legyen belőle egy igazi agrárszakember. Ez volt a szívevágya, ez volt a, az életének a, a legfontosabb eleme, hogy ő, ő a, a magyar mezőgazdaságot ö, dobja meg Erdélyben, fejlesz, mint gazdaságot hozott létre, állattenyésztéssel, vetőmagtermeléssel foglalkozott, gazdaköröket indított, zsibó, ekkor virágzik fel a zsibói ö, gazdaság, tulajdonképpen az az 1300 hold, amin, amin gazdálkodhatott, az akkor ö, ö, ország szerte ismert, mint a gazdaság lett. Közben, ahogy telik ugye az idő, hát már 31 éves, amikor házasságot köt Ninonnal, Ninon ahogy Ninon valahogy később nevezték a családban, egy felvidéki, részben felvidéki származású Benz von Alpron Anna Albinával, kicsit megvárom, hogy elmenjen a repülő, és és hát igazából egy, egy, boldog házasság körvonalazódik ebből. Egy olyan erős akaratú asszony lesz a felesége, aki kitart mellette élete végéig, akkor is, hogyha 20 éven keresztül nem is láthatják egymást, ameddig ugye neki, sem, neki is sikerül kimenekülni az Egyesült Államokban. És, és hát igazából négy gyermekkel megáldott boldogházasságról beszélünk, ahol a legidősebb gyermek Miklós 1944. Október évben sajnos 13 évesen elhunyt, a többiek viszont megérték a felnőttkort, az öregkort, ketten közülük Éva és Pálma is élnek, Pál az Egyesült Államokban. Sikerült vele is, hál' Istennek, kapcsolatot teremteni, felvettük vele is a kapcsolatot. Miklós volt viszont a kedvenc gyermek. Nagyon sokszor ez, ez jön vissza a levelekben, a hagyatékban, fellelt dokumentumokban. És Teleki Bélát az nagyon megrázta, amikor 13 éves korában a nagyobbik fia, mondhatni az ő szellemi örökösének tartott fia elhunyt. Tudni kell azt ugyanis, hogy Teleki Béla erőteljesen németellenes volt. Németellenes ellenes beállítottság és a magyarságot mindenképpen próbálta távol tartani a náci német hatalomtól. És amikor 1944 őszén nem vállalta, hogy tárcanélküli miniszter legyen erdélyi ügyekben, a sztójai kormányban, amely kiszolgálta a németeket és elhurcolta a zsidókat, akkor hát a fiát baleset érte Budapesten nem mondom hogy ez hogyan történt, nem lehet ezt bizonyítani, ma már elképzelhetetlen hogy erre bizonyítékot találjunk. Viszont egy villamos baleset 1944 októberében 13 éves fiúnál azért még elég ritka volt abban a háborús időszakban is. Minden esetre ugye a, 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 a német nyomás az érezhető, mindvégig érezhető telekinek a, a, az életén. Hoztam pár képet is róla, azért lássuk, hogy, hogy hogyan nézett ki fiatalember, reményteli fiatalember korában a két világháború között. Nagy Vadász is volt. Itt az egyik, most azt hiszem tükörbe van önöknek, tehát lehet, hogy a baloldali kép, ugye ez a zöldes ahol aki kalappal van a fején, ö, ö, nálam itt jobboldaliként jelenik meg ez a kép. Ö, ott az egy, az egy vadász igazolványból van, ö, ö, imádott vadász, ez volt az egyik nagy szenvedélye, de hát, mint általában nem eseknek, ugye ez. Mert ennyi kibicsaklás az belefér, úgyhogy <laughs> ettől még megy a dolog. A felesége ninongrófni, akiről sajnos csak egy későbbi felvételt már az Egyesült támban készült felvétel találtam, ami olyan, hogy olyan, olyan élességű, hogy ide tudtam hozni. Az, ahogy önök is látják, egy erős akaratú, egy egy kitartó, egy komoly élettársnak az arcképe, aki valóban, valóban Teleki Bélának az igazi támasza, a lelki támasza volt, nem csak egyszerű hétköznapi házasságról beszélhetünk. Na és akkor nézzük meg, hogy, hogy Teleki tulajdonképpen mit tett Erdélyben. Ki volt ő, miért, mit köszönhetünk neki? Már a 30-as években, fiatal korában, alig 30 éves korában az Erdély Kereskedelmi és Hitelbank igazgatósági tagja lesz Marosvásárhelyen. Elkezdődik a gazdasági életbe való szó szerint üstökösként való berobbanása, megjelenése. 1936-tól pedig az Erdély Gazdasági Egylet, a későbbi MG, tehát az Erdély Magyar Gazdasági Egyesület, ahogy ugye 39-től nevezték, alelnökévé választja, mint, agrár, mint elismert agrárszakembert. És ez fogja elvezetni odáig, hogy majd a bécsi döntés után ami életében egy hatalmas változást hozott, és egy nagyon örömteli változást hozott. Ő, ő tulajdonképpen az észak-erdélyi MG elnöke lehetett a legjobb viszonyt Szászpállal, dr. Szászpállal alakította ki, aki annak idején, amikor ketté válik az Emge 1940-ben, akkor a bécsi döntés után a dél magyarság vezetője, agrárvezetője marad enyeden, és, és az MG-t onnan vezeti, ő lesz a dél MG elnöke, miközben Teleki Béla az érszak MG-t irányítja. És folytatja ugyanazt nagyban, amit Zsibón kicsiben csinált. Vetőmagtermelés, állattenyésztés, gazdakörök indítása, szaktanfolyamok indítása. Tehát tulajdonképpen a gazdáknak a támogatása, a felemelése, a művelése, hogy, hogy az erdély ö, ö, nép, és akkor itt hozom az idézetet, itt önök is látják alul két sorban, hogy az erdélyi magyar nép életképes legyen. Így hangzik az idézet, egy népet, azt mondja Teleki Béla, ha azt akarjuk, hogy fennmaradjon gazdaságilag erőssé és edzetté kell tenni. Tehát nagyon jól tudta, hogy az erdélyi magyarság akkor marad meg, ha önellátó. Akkor marad meg, hogyha az erdélyi magyar gazdasági egyletre, az erdélyi magyar gazdasági egyesületre támaszkodva tulajdonképpen jövőt tud építeni magának hogyha fent tudja tartani önmagát, önállóan. Na hát erre tett kísérletet minden, minden tekintetbe. 1941-től mind gazdasági, mind politikai vonalon. Gazdasági vonalon ugye további szervezetekbe vesz részt, az erdélyi gazdasági tanácsban megbízzák a, 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 szag, a, a, a az agrárszakemberi kérdéseknek ugye az ügyével, intézésével, majd pedig az országos földhitelintézet Kolozsvári fiókja is tagjai sorába fogadja, ahol munkabizottságot fog vezetni. És hogy egy kicsit színesebbé tegyem ezt a, hát remélem nem túl az előadást, Nézzük meg néhány képet, korabeli felvételt, amit úgy vadáztam össze az elmúlt évekbe, a gazdasági egyletnek a naptárából, az MG naptárából, a korabeli sajtóból, az ott a telekbél hagyatékból, hogy lássuk, hogy hol járt, miket csinált. Például 1941-ben Körtvéjfáján vesz részt egy gazdanapon. Itt lehet látni, Én sajnos nem tudom önöknek így most megmutatni ezzel a lézerrel, mert hátán, hátánál vagyok a nagy képernyőnek, de balról a negyedik karbafont kézzel világos öltönyben teleki Bél, akit profilból látunk. Ő tulajdonképpen mindig egy ilyen jól felismerhető, világos zakóba, öltönyben jelent meg mindenütt. Itt is látjuk őt, a, bőr, a, a bőrvei, a Szatmárvár megyei bőrvei, Emléknél, a Hősök Emlékművénél, a felavatáskor 43. júliusában. De a Gyergőszem Miklószi Gazdanapon például középen világos öltönyben szokás szerint, ahol MG -M -M elnöki szerepkörben jelent meg vagy egy sajnos egy gyengébb minőségű felvétel, az eresztevényi ma, maksa, ugye, a, ma, ma, így jelenik meg a maksának a része, az ahol Gábor Áron síremléke található, ott tartott egy nagyszerű beszédet 1943. októberében, gazdakör elnökeként, ugye a helyi gazdakör elnökeként. De hát faluházavatáson vesz részt, például éppen beszédet tart a Gidófalván, Háromszékvár megyében, 3. októberében, ugye ezen a felvételen. És hát a gazdasági dolgok mellett biza politikai tevékenységet is folytat. Mert hát milyen az akkori világa, felbújult politikai körök, ugye megváltozott határok, a teljesen átalakuló erdélyi politika, ha valaki kivillan valamiben, és mondjuk akár gazdasági kérdésekben is, azonnal beszippantja a politika. Nem akart ő politikus lenni, Isten őriz, de szó szerint oda rugdosták, rángatták, többek között az saját édesapja is, és varadtak fel levelek, ahol egy elég, hát nem mondom, hogy éles, mert nem volt, mindig nagyon tisztelte az édesapját, de, de volt egy, egy feszültség köztük, hogy ő nem akart volna politikus lenni, viszont mondták, hogy nincs kiút. Rád számítunk, kész. Tehát ez, ez volt a története, és így lesz ő tulajdonképpen már 1930-as évek végétől az országos magyar pártnak ugye az utolsó két évben, 37-38-ban vezetőségi tagja, majd pedig onnan egyenesen 1940 után bekerül az országgyűlésbe, mint képviselő, mint meghívott, behívott képviselő. Ő nem jelöltette magát sose képviselővé, behívták, mint országgyűlési képviselőt, hiszen ugye választásokat akkor a háborús idők miatt tartani nem lehetett. Na most nézzük meg ezt a, ezt a hát lehet, hogy mondjuk ilyen kronológiai ízű, elég száraz felsorolás. de látjuk nagyon jól a dátumokban, hogy milyen gyorsan pörög fel a politikai pálya. Október 10-én bekerül az országgyűlésbe, eljét elfoglalja a többi erdélyi képviselővel együtt. Egy hónap múlva megalakul az erdélyi képviselőknek a párton kívüli csoportja, november 12-én, mert azt mondták, hogy ők nem akarnak az országgyűlésben tapasztalt rettenetesen erős polarizációban szerepet játszani, hogy baloldal, jobboldal, hát ami ma is megy Magyarországon, hanem az erdélyi kérdést akarják előtérbe helyezni. Ők nem baloldaliak, jobboldaliak, ők erdélyiek. Na és hát rögtön bekerül ugye az erdélyiek csoportjába, és alig egy fél évvel később, 41. május 28-án itt Kolozsváron, szeretett szülővárosában, a Vigadóban, a Redudban, ahol megtartották a párt alakuló nagygyűlését, hivatalos alakuló nagygyűlését, megválasztják az országos elnöki pozícióba. Tehát szó szerint oda lögdösik a pulpitushoz, és hogy na most akkor tenni kell valamit, itt van az erdélyi magyarság, Észak-Erdélyben akkor még 1 millió 300 ezer magyar él, aki azt várja, hogy gazdaságilag és politikailag megszervezzék. Hát ez volt az ő feladata, és nem is kevés. És meg kellett vívni ezért a budapesti kormányjal, meg kellett vívni ezért az erdélyi román Többséggel, mert ugye azért uh, észak erdélyben ugyan kisebbségbe éltek a románság, de egész Erdélyben többségben, és vigyázni kellett a dél magyarságra, óvatosan kellett eljárni. Tehát Teleki Béla hirtelen ott találta magát egy nagyon ingóványos talajon, ami nem az ő szakterülete volt, és ahol helyt kellett állni. És nagyon jól helyt állt. Meglepően jól helyt állt. Uh, igazából um, a uh, ideje jutott arra is, és ez, ez, ez fantasztikus, én mindig elgondoltam ezzel, hogy hogyan lehet ennek az embernek erre is ideje, hogy 42. júliusától, amikor az Erdély párt leosztja a kerületeket a képviselői között, és neki jut a zsibói és a szilácsai kerület, kerület, akkor ő biza minden hónapba lement, és panasznapot tartott a gazdáknak. Megkérdezte, mi a gond, mivel segíthet, hogyan lehet segítségükre. Elment és beszámoló körútakat tartott, mint képviselő, és elmondta, hogy mit csinálnak Budapesten, és hogy mit, mit mit vár el az erdélyi magyarság, mit szeretnének, mit vigyen a parlament elé. Tehát tulajdonképpen az akkori körülményekkel, lehetőségekkel élve, ugye Facebook hiányában, lehetőségekkel élve tulajdonképpen megpróbált kapcsolatot tartani folyamatosan minden egyszerű gazdemberrel is, aki, aki, hozzáfordult, vagy akivel kapcsolata volt. Hoztam pár képet, még itt van ugye egy, egy másik nagyon érdekes felvétel, ez Mikó Imre hagyatékából került elő, aki neki nagyon jó kollégája, munkatársa volt az Erdélypárton belül. Itt látjuk a, a Redút emeleti dísztermében tartott Erdélypárti alakuló gyűlést, ahol Teleki Béla is megjelenik, hát a, a kép als, jobb alsó sarkában hátból látjuk őt, ugye kiemelkedik az és hát itt választják meg ugye az Erdély párt elnökének. És mint ilyen állandóan beszédeket tart, és állandóan felszólal, és járja Erdét, és Budapesten is próbálja meggyőzni azokat, akik kevésbé ismerik Erdét, vagy túlzott romantikus elképzeléseik vannak Erdéről, hogy az mit jelent, hogy Erdély, és hogy több nemzetiségű régió, hogy román kisebbség, hogy német kisebbség, hogy roma kisebbség, hogy mit lehetne tenni, hogyan lehetne ezt a kérdést kezelni, megoldani. Megnyitotta a saját palotáját, a teleki palotát a köz előtt, és az lett az erdélyi pártnak a Kolozsvári Városi Szervezetének, illetőleg a, kolozsvármegyei Kolozsvár -megyei szervezetének a központja, itt mellettünk szembe velünk ugye a Farkas utca 7-es szám alatt. Uh, és hát kikkel dolgozik együtt? Uh, Báró Bánfi Dániel földművelésügyi miniszterrel, uh, akivel nagyon jó baráti kapcsolatot alakított ki. Levelikben csak Daniként uh, szólítja meg, uh, uh, ő pedig, ugye uh, Bánfi Dániel pedig Bélámnak szólítja, tehát ez is önmagáért beszél. Uh, ott van Albrecht Dezső ügyvéd, Bánfinyadi ügyvéd, aki az erdélyi pártnak a, a uh, uh, ügyvezető alelnöke lesz, Vita Sándor, aki az Erdély párt főideológusa lesz, és dr. Mikó Imre, aki nem kell bemutatnom a kolozsváriaknak, hiszen tudjuk, hogy kiről van szó, aki az Erdély párt országos politikai főtitkára. Na ők azok, akik Teleki Bélával együtt tulajdonképpen ezt a pártot talpra állítják, több százezer tagot bevonnak, megszervezik az Erdély magyarságot, összefogják őket, és tulajdonképpen érdekképviseletet látnak el az alatt a három-négy év alatt Budapesten, és nem is tudjuk számon tartani mind a mai napig, hogy milyen sokat köszönhetünk nekik. Na most az alatt a rövid idő alatt, hogy parafrazáljam egy kicsit churchill az alatt a rövid idő alatt ugye ilyen keveseknek, ilyen sokan ilyen sokkal nem igazán tartozhattak a történelem folyamán. Nézzük meg, hogy mit tett Teleki Béla konkrétan, mit csinált a parlamentben. Mindössze három éve maradt arra, hogy felszólaljon, nyolc nagy beszédet a, korábban, a korszakban így, így mondták, hogy nagy beszéd, ugye ez azt jelentette, hogy akár egy 40 perces beszédről is lehet szó, illetőleg több tucat interpellációval élt a parlamentben, tehát nagyon egyik legaktívabb képviselője volt az akkori magyar képviselőháznak és hát ő jelenti be az erdélypárt párt megalakulását, mint pártelnök. Ő lesz az, aki a Szovjetunió elleni hadjárat megkezdése után kifejti, hogy mit vára kell az erdélyiek a magyar kormánytól, és az erdélypártnak pártnak mik a kül- és belpolitikai elvárásai álláspontja. Persze nem mondhatta nyíltan, de azért burkoltan az abban a beszédben benne van, hogy azért a Szovjetunió megtámadása az egy fatális hiba volt, és ezt ő élete végéig fenntartotta ezt a, ezt a gondolatot joggal. De hát ott vannak ugye az RD párt külpolitikai és belpolitikai álláspontjai, a kisebbségi kérdésben kifejtett tolerancia, a tolerancia alapon kezelt román kérdés, a dél magyarságnak a, a, a segítési szándék, ott van a beszédében a déda-szeretfalva vonal, vasútvonal megépítésének felgyorsítása, mert megpróbálta elérni azt, hogy minél hamarabb bekapcsolhassák gazdaságilag ugye, az ország vérkeringésébe a határok által ugye, átvágott vasútvonalak közé szorult székelyföldet. Úgyhogy igazából mind gazdaságilag, mind politikailag, mind kisebbségi kérdésekben jelentős beszédeket tartottak országban. Igazából neki... Úgy, úgy, volt szerepe, és egy visszaemlékezésben olvastam pont, pont egy képviselőtársa, egy délvidéki képviselőtársának a visszaemlékezésébe, hogy ő valamilyen szinten erdély hangja volt annak idején a Magyarország gyűlésben. Úgy, hogy nem akart az lenni. Őt oda sodorta az élet. Most Ő volt az, aki például felemelte a szavát azért, hogy a felekiz, felekezett iskolákat ne zárják be a román állam, ne zárja be Délerdében, és hogy a DLRD magyarságnak a üldöztetését fejezze be, hagyja abba. Cserébe pedig arra törekedett, hogy meggyőzze a magyar kormányt arról, hogy ne folytassa a kölcsönösségi politikát, ami rettenetes kínokat okozott a két nemzetnek a kapcsolatában. Hiszen ugye a határon egyik oldalon, ami történt, akkor azt megismételték, a másikon ezt önök is tudják. Tehát ő Elkezdett elkerülni az, hogy a, a az Észak-Erdély románságot olyan retorziók érjék, ami a dél magyarságot is érte, mert azt mondta, hogy ez akkor egy örvény, ebből nincs kiút. Na most a legutolsó beszéde talán a legérdekesebb a parlamentben, 43. november 30-án, amikor már látszott, hogy a háború rossz irányba megy, de még azért a végéig nagyon sok volt, és amikor még rengeteg fanatikus, elvakult ember hitt abban, hogy majd a csodafegyverekkel győzni fog ugye a tengelyhatalmak szövetsége, ő már akkor a Dunamedence sors közösségéről beszélt, a háború utáni Magyarországról beszélt. Amikor kiegyezni kell, amikor a német és az orosz satú között kénytelen, kelletlen a közép-európai népeknek, lengyeleknek, magyaroknak, cseheknek, románoknak, ki kell egyezni, meg kell egyezni, közösen kell dolgozni. Na most ez egy olyan hang volt, amit nem szerettek az akkori Magyarországgyűlésben, érthető módon, de nem szerettek a, a román-bukaresti parlamentben sem, úgyhogy ezt nem is felejtették el neki aztán, amikor ugye 1945 után a román hatalom visszatér Észak-Erdébe, és, és akkor előveszik azokat az embereket, akik tenni akartak valamit a magyarságért. Kaptam egy fantasztikus felvételt, és ez van az előadás plakátján is, a Magyar Nemzeti Múzeum fototörténeti tárából, amelynek az előbányászásában nagy segítségemre volt édesapám, amiért nagyon hálás vagyok számára, vagy irányába. Ugyanis Teleki Béláról nem készültek ám fotók, ez egy kötelező fotó volt 1941-ben, mi pártelnökről, hát kellett készíteni egyet. Ő, nem volt, ő magát nem tartotta fotogén alkatnak, lehet nem is volt az, én ezt nem tudom megítélni, de egy talán nem szerette azt, ha róla beszélnek, vagy ő előtérbe kerül, vagy őt fotozzák, vagy nem, ő a háttérbe akart maradni. És ez egy fantasztikus felvétel, ugye róla, mint politikusról, ami fennmarad. Na most a, a törés éve, amit, amit mindenképpen említenünk kell 1944-ben, ami véget vetett élete első nagy szakaszának, és a pályája csúcsának, ugye amikor a 40-es években politikai és egyben gazdasági szakemberi pályát is befutott Erdélyben, az a német megszállás. Március 19-én, amikor ugye a magyar államot megszállja, mint szövetségest, megszállja a német hatalom, és elveszíti Magyarország a saját cselekvés lehetőségét, az önállóságot, a szuverenitást. Teleki Béla azonnal felhagy a parlamenti tevékenységével, azt mondja, hogy ő a németeket kiszolgáló kormány alatt legalizációs eszközként működtetett országgyűlésben nem akar részt venni annak az országgyűlésnek a működésében, amely ugye a zsidók deportálását is tulajdonképpen kénytelen, kelletlen asszisztálta. Na most nagyon sokáig viaskodott magával, hogy mi legyen. Gondoljanak bele, milyen nehéz helyzete volt. Mert ha ő megtartja a konzervatív jobboldali beállítottságát, akkor csak kell valahogy együttműködni azzal a kormányjal. De hát hogy működjön egy olyan kormányjal együtt, amely, amely, a németeket szolgálja ki, ami, ami már nem egy szuverén Magyarország kormánya. Másik oldalon, Vállaljon baloldali irányultságot, ami talán a jövő képe lehet ebben az időszakban. De hát akkor elárulja az egész, egész társadalmi hátterét, a családi hátterét, a meggyőződését. Ő, ő nem lehet kommunista, ő nem kommunista alkat. Különben is merőben, mereven antikommunista volt világ életében. Tehát ő nem tudott ilyet, ilyet csinálni. És akkor ott lát, szó szerint, hogy most mondhatnám csúnyán kifejezem magam, megfürödve, két szék közt a pad alatt, hogy mi legyen és nagyon sokáig viaskodott. Felkérték, hogy legyen közvetítője az erdélyi párt baloldali szárnyának a kolozsvári kommunista csoportok felé, hogy próbáljanak együttműködni a közeledő Szovjetuniónak ugye a szállást csinálóiként. Nem volt hajlandó rá. Megpróbálták meggyőzni, hogy vegyen részt egy jobboldali, kormány, egy jobboldali pártkoalícióban Budapesten, a nyilas párttal az élen. Azt mondta, hogy Inkább a holttestén keresztül. Tehát igazából a nyilasokkal nem volt hajlandó együttműködni, a kommunistákkal sem. Tehát ő volt az, aki, aki igazából iga, a fekete bárány lett a korszakban. Végül egy saját kezdeményezés próbált, hogy az erdélyi párt, amelyekor már a szétesés útján állt, ugye pont emiatt a, a probléma miatt, amivel Teleki is küzdött, hogy az Erdély párt, illetőleg az országgyűlés nagy pártjai, tehát nem a Nyilasok, hanem a, a Magyar Életpártja és a Magyar Megújulás pártja között pártszövetséget alapítsanak, a jobban, józan, ahogy ő fejtette ki, a józan jobboldali középvonal mentén. Tehát nem a, nem a náci barát nyilasokkal. Esélytelen volt. Mert mind az, a mély, mind az MNP önálló hatalomra készült, és arra, hogy legyúrja a szövetségeseit. Tehát nem volt akivel szövetkeznie. Vissza is utasított, amit említettem, a tárcanéküli miniszteri funkciót, amit felajánlottak neki erdélyi ügyekben, és hát gyakorlatilag a partvonalra sodródott. És akkor jön egy érdekes fordulat. És azt hiszem, hogy életének ez a legnagyobb eredménye, amiről ma jóformán alig tudunk. Mert rendesen megvan ám az szervezve, hogy nagyon ne tudjunk róla, hiszen 40 évig dolgoztak azon, hogy ezt elhallgattassák, ezt a dolgot. Ő 1944. augusztusában, amikor az erdélyi párt szétesett, amikor Románia átállt, amikor egyértelmű volt, hogy mi következik, lépésre szánta el magát. És nem úgy, hogy most exponálja magát, hanem tulajdonképpen megpróbált egy értelmiségi körre támaszkodva menteni a menthetőt. És ekkor jön létre az erdélyi magyar tanács, augusztus 29-én, hat nappal a román átállás után, amelynek aztán elnökévé választják, de ő, ő ezt soha nem fogadta el azt a pozíciót úgy, hogy most ez egy megtiszteltetés, és valami, ő, ő dolgozni akart. És ennek a, a, az erveződésnek az élén, Tulajdonképpen petíciót, mondjam úgy, memorandumot címeztek Horti Miklósnak, kérték, hogy Erdét adja fel, vonuljon ki a magyar hadsereg, ne, ne legyenek harcok Erdében, és próbáljon meg a magyar állam kiugrani a háborúból. A románok példáját követve. Ugyanakkor megpróbált a koronatanácson, a híres szeptember 10-i koronatanácson szóban is, Meggyőzi, megpróbálta meggyőzni ugye a, a, a kormányzót, Horti Miklóst, hogy ezt a lépést tegye meg. Tudjuk, azt mindenki tudja, hogy meg, meg is teszik Hortiék, de jóval később, október második felében, és nagyon sután. És nagyon szerencsétlenül. És gyakorlatilag hatalomba segítik ezáltal, akarva akaratlanul a nyilasokat. Na hát ezt már teleki nem érhette meg politikai szereplőként, ugyanis Megtörténik közben, ő Kolozsváron marad, ő nem megy Pestre, itt marad Kolozsváron, ahol megtörténik közben október 11-én a szovjet hadsereg bevonulása, ahol, amely védtelen Kolozsvára kerül, és, és, harcok nélkül vonul be, hiszen Teleki Béla az, aki Betlennel együtt el tudta járni azt, a korabeli magyar hadseregparancsnoknál, Dálnoki Veres Lajos hadseregparancsnoknál, hogy a magyar csapatok Kolozsvárt harc nélkül ürítsék ki. Máskülönben itt romokban hevert volna ez a, ez a, város, hiszen a, a, szovjet hadsereg felállít két messzehordó üteget a feleki tetőre, és szétlövi ezt, a, ezt az amúgy teljesen védtelen katlanba zárt várost. Na most így Telekinek is köszönhető, és nagy mértékben köszönhető neki az, hogy Kolozsvár megúszta harcok nélkül, kisebb rombolásokkal ugyan, de harcok nélkül a 44-es frontátvonulást. És ez volt szerintem élete egyik legnagyobb eredménye amit soha nem emelt ki, ő maga erről soha nem beszélt így. Néha megemlítette, hogy ebbe is valamelyes próbát tenni annak idején, de, de, soha nem emelte ki a saját szerepét ebben. Most a, a, háború után, vagy a közvetlenül a háború után ez bizony nem a jó tett, elnyerte mértó büntetését, fogalmazzak így. Ugyanis a bevonuló szovjet hadsereg irányába feljelentés érkezett nagy valószínűséggel a kommunista oldalról, akik féltek Teleki Bélától és veszélyesnek tartották, mint úgymond háborús bűnöst, ott bujkál a Hajnal Imre féle klinikán, hát nyilván oda be a frontátvonulás utolsó napjaiban, hogy, hogy adott esetben ugye, biztonságban legyen. Na hát ott kapcsolják le Szász István MG igazgatóval, Vita Sándorral és személy titkárával Demeter Bélával együtt, és maguk után hurcolják a szovjetek a front, ahogy megy előre, hallgatják is sorozatosan, és hurcolják Tiszalőkön, Salgotarjánon, Dunapentelén, a mai Dunaújvároson keresztül, mindaddig, ameddig el nem jut a a Pozsony melletti Cseklészi Eszterházi kastély pincéjébe, ahol durva kínvallatásoknak lesz alávetve a társaival együtt. Végül nem, nem tudnak vádat emelni ellene, tulajdonképpen nem, nem, tudják megvádolni semmi konkrét háborús bűncselekménnyel, és hát biztos, ami biztos, átadják a szovjeteknek, hát, vagy a, a magyar titkosszolgálatnak, ugye, hát ha az tud valamit kezdeni vele. Az Ávó akkori nevén a Pro, tulajdonképpen ugyanazt a, a, klasszikus menetet viszi végig, amit az oroszok. Végkurcolják az Andrássy út 60-on, a, ahol ma a terrorháza működik, a Főutcai Gyűjtőbörtönben, a Markó utcai Fegyházban, ott már annyira rossz állapotba kerül a folytonos veréstől, hogy tulajdonképpen az egyik klinikán kell ápolni hetekig, ahol aztán bizonyos juttatások ellenében a családja találkozhat is vele. Tulajdonképpen megpróbálták kipofozni szó szerint, ha csúnyán beszélhetek ilyen szempontból, kipofozni belőle azt, hogy miért is ő akkora osztályellenség. De hát nem tudtak rá bizonyítani semmit, és végül ismét átadják a szovjeteknek fél év után, 45. októberében, hát ha ők tovább tudják, mondjam úgy, vallatásra kényszeríteni. Ők sem tudták, és végül szabadon engedik 1945. novemberében, több mint egy év börtönjárás és folytonos kihallgatás, verések és kínzások után. És közben bekövetkezik a földreform. Itthon minden néből kiforgatják. Haza nem jöhet, tehát tulajdonképpen a, a mintagazdaságát tönkreteszik, a, tele, a, a zsibói kastélyt kifosztják, a, 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 terület felét, az 1300 hold felét, 611 holdat ugye az állam egy kisajátít és szétozta a parasztok között, és hát tulajdonképpen távol létében a Kolozsvári Népbíróság 46 tavaszán 10 év politikai jogvesztésre ítéli illetőleg ö, ö, tulajdonképpen tíz év börtönre is, ha jön. Távol Na most ezt ő, hát nem tehette meg akkor ilyen körülmények között, hogy hazajöjjön. Nem is nagyon volt hova, hiszen 48. januárjában már az állampolgárságát is elveszik, tehát az időközben ugye, román állampolgároknak voltak minősítve az észak lakosok, lakósok, ugye 45, 44 után automatikusan, de hát ezt is megvonják tőle, mert hát a gróf úr, ugye? Tehát ezt, ezt elveszik tőle, és a szüleit kitelepítik, durván kitelepítik, zsibóv, el, 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 kisajátítják a kastélyt, 49. március 1 mindent, a maradék földterületet, az erdőket, a kastélyt, mindent elvesznek, és a szülei kényszerlakhelyre kényszerülnek ö, Marosvásárhelyen, borzasztó körülmények között, az ekkor már idős édesapja, édesanyja. Felesége és gyermekei pedig a zsibói egyik ö, ö, gazdának a jóvoltából egy istálóban húzhatják meg magukat. Tehát látjuk, telekibélának nincs hova hazajönnie. Semmi sem maradt. Ott áll egyedül, ugye, tulajdonképpen a történelem forgatagában. Hát megpróbál ja, tulajdonképpen túlvészelni ezeket az éveket, rokonoknál húzza meg magát Ráczalmáson, Bogdrok kis faludon. Tengődik, lengődik. Mindaddig, ameddig 1947. októberében ki nem tud menni az Egyesült Államokba. Hogy, hogy lássuk, hogy milyen jellemző, hogy hogyan viszonyul hozzá a hatalom az AVH, a magyar titkosszolgálat 1952-ig nyitva tartotta az aktáját, és a Teleki Béla és társa ügy, tehát Vita Sándorral kötötték össze. A Teleki Béla és társa ügy lezárására csak 1952. április 18-án kerül sor, amikor ő már régóta az Egyesült Államokban él mint hát említettem, ugye kimenekül Ausztriába, Innsbruckba telepedik le, amikor egy nagy magyar központ volt, nagyon sokan ugye az emigránsok közül ott telepedtek le, és miután 1948. március 3-án elhunyt Keresztes Fischer Ferenc egykori belügyminiszter, aki a nyugat-európai magyar emigrációnak a vezetője volt, mondjam úgy hallgatólagosan elismert vezetője, ezután tulajdonképpen Teleki Bélát tekintették utódjának. És ő már ekkor Ausztriába elkezdi azt, amit Amerikában is tett, tehát tulajdonképpen ö, megpróbálja összefogni a magyarságot. Csak most nem az erdélyi magyarságot, hanem a nyugati emigráns magyarságot. És azért alakítja meg a Magyar Unió mozgalmat. Annak külön egy ö, lapot indít, az Unió című lapot. A nevében is benne van, hogy hogy, ö, hogy a szélsőségeket, tehát baloldali, jobboldali szélsőségeket, kommunistákat, nyilasokat leszámítva, mindenki más, aki magyar, egy kalap alá fogjanak össze. Tehát ugyanazt csinálta, amit az erdélyi párt itthon csak most más keretek között. Na most uh, részt vesz ugye a Magyar Nemzeti Bizotmányban, Eckhart Tiborral, ugye, a, a, akinek az egyik, a, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolt, ugye, mint uh, független kisgazdapárti politikussal. Uh, és hát uh, ami nagy segítség volt számára is, az az volt, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosa, az UNHCR elődje, ugye az IRO, az International Refugee organization volt a svájci központi vezetője, és, és, hát elintézte nagyon sok erdélyi magyar menekültnek, hogy kivándorolhasson a, a, határokon túlra, hogy kijuthasson a, a, a tengeren túlra az Egyesült Államokba, és végül aztán a saját kimenekítését, vagy kim, kivándorlását is így tudták megoldani áttelepül 1951-ben az Egyesült Államokban, New Yorkba telepedik le, létrehozza azonnal, 1952-ben kitelepedése után pár hónappal, amikor még állása se volt, már akkor létrehozza az Amerikai Erdélyi Szövetséget, amelynek élete végéig elnöke vagy elnökségi tagja lesz, ugye az utolsó ö, ö, életének utolsó éveiben már nem vállalt elnöki funkciót. És hát megindítja azt a folyóiratot, ami az erdélyi magyarság Külhoni, szó szerint külhoni, tehát amerikai külhoni ö, ö, legfontosabb lapja volt a Transzilvánia-Erdélyi Tudósítót, amelyet 30 éven keresztül szerkesztett, annyira, hogy halála előtt két hónappal a 89. decemberi lapszámot, amely be, beszámol ugye a, a forradalmakról, a, a, a változásokról Európában, Kelet-Európában, azt még ő szerkesztette, 90 évesen. Tehát igazából végig csinálta ezeket a dolgokat. Közben 53-tól állással lett, egy ingatlanforgalmi irodánál dolgozott, és hát megpróbált valahogy megélni, soha nem, nem lett módos, ő nem is volt módos, és nem is kereste a gazdagságot, ő nem kereste az amerikai álmot, ő nem szédítette meg az American Dream. Ami nagy eredménye volt, és nagyon sokáig visszhangzik ez leveleiben, irataiban, hogy 64. februárjában el tudta érni, hogy a felesége és a, a fia, az, a még élő fia és a kisebbik lánya ki tudjon jönni az Egyesült Államokba, és a nagyobbik lányát végig sajnálta, hogy nem tudott kijönni, hogy ugyanis már meg volt házasodva Éva, és Szatmár Németiben élt, és a román hatalom azt mondta, hogy hát az egy külön család, tehát családegyesítésről szó se lehet, tehát ő nem jöhetett ki. Ő itt maradt. Na most a, 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 a Teleki Béla tulajdonképpen a, nem zárkózik el az Amerikai Magyar Szövetségtől sem, tehát benne van azokban a régi, már ekkor 50 éves múltra visszatekintő amerikai-magyar szervezetekben, amelyek működtek. Támogatta a New Yorki Magyar Ház körét, az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulatot, és létrehozzák 1976-ban a Magyar Emberjogi Alapítványt, amiről azt hiszem többen hallottak önök közül, tehát a Hungarian Human Rights Foundation, tehát a HRF rövidítéssel élő szervezetet, ami azzal foglalkozott, hogy az, ész, az erdélyi magyar kisebbség jogtiprásaira hívja fel a figyelmet nyugaton, de nem csak nyugaton, hanem hanem ugye szerte a világban. Ma pedig már annyira, annyira kitágult ez a, ez a munkakör Teleki Bélának is köszönhetően ugye a, a, az elmúlt évtizedekben, hogy, hogy már nem csak az erdély magyarságnak, hanem a felvidéki, a kárpátai, a délvidéki magyarságnak a helyzetét próbálják ugye, ismerté tenni. Na most 1990. február 7-én hunyt el New Yorkban, ahogy ezt említettem, és méltán nyugszik az Alba Regia kápolnában, Nyugat-Virginiában, Berkeley Springsben, ahol, itt még viccem előre egy el, ahol a jeles nyugati magyar emigráció, emigráns tagok nyugszanak, és nézzük meg ezt a kóskárolyos stílusú, egyszerű, puritán formájú kis kápolnát, ami az ő holtestének a, 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 az otthontadó adó kápolna, az valahol az ő puritán transzilvanizmusát hozza vissza nekünk, tehát azt a gondolatot, azt, a, azt a, a, az egyszerűséget, ahogy ő szeretett élni. Itt van még egy kép a New Yorki Magyar Házról, ezt az ingatlant is ő szerezte meg a könyvtársulatnak, és ők, ők építették ki a, a New Yorki Magyar Házat, ami ma nagyon sikeresen működik. Nekem volt esélyem és lehetőségem, amíg a pandémia bele nem szólt az életemben nekem is, hogy kutathattam Teleki Bélának a a történetét, az életét azokban a levelekben, amelyek fennmaradtak a hagyatékában, és amit a fia jó voltából, jó voltából az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában őriznek. Úgy, hogy mondom, több tízezer levérről beszélünk, hatalmas hagyaték. Én csak egy részét tudtam átnézni, jött a pandémia, ugye, úgyhogy nem volt alkalmam az egészet átvizsgálni. Viszont azt mondhatom, hogy ebben ott tükröződik az egész 20. század. Nagyon röviden még az előadásom utolsó tíz percében erről a pár dologról szeretnék ö, ö, említést tenni. Ö, tehát nézzük, első levél, amiről tudom biztos, amely keltezve is volt, hogy mikor 1949. április 24-én még a rumi ö, menekültáborból íródott Ausztriából, és az utolsó 1988. december 3-án már New Yorkból. És hogy hogy változik a történelem? Az első levele kézírással, mert hát nem volt semmi örvendet, hogy kapott egy tollat, hogy le tudta írni a levelet. Aztán utána írógéppel, aztán elektromos írógéppel, mert még a számítógépet azt még nem ért el, de az elektromos írógéppel íródott például a 88-as levél domokos Pál Péternek. Tehát ö, ö, azt látjuk, hogy, hogy végig visz, ugye még ezen a technikai fejlődésen is, és hogy nyitott emberről beszélünk, aki az újdonságokat nem veti el, aki együtt halad a korral, és élete utolsó perceig tenni akar az erdély magyarságért. Na most milyen levelező társai voltak? Hát Boncos Miklós belügyminiszter, súlyogteső, Dezső, Ekár Tibor, hogy csak fontos a fontosabb politi politikusokat említsem, vagy az erdélyi pártiak közül Vita Sándor, Albrecht Dezső, Kövér Gusztáv, de hát ott vannak a diplomaták, ugye Bakács Besenyei György nagykövet, vagy gazdasági szakemberek, hiszen Teleki nem tudta meghazudtolni önmagát. Baranyai Lipót, Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke például, aki levelezett vele. Katonatisztek, Dálnoki Veres Lajos vezérezredes a második magyar hadsereg parancsnoka vagy írók, költők, például az örmészármazású Flórián Tibor, vagy Görgei Gábor, Gyalai Papdomokos, de ott vannak a történészek is, a korszak híres történészei, Kosztonyi Péter, Lipcsei Ildikó, Ludányi András, néprajzkutatók, ugye az említett Domokos Pál Péter, vagy Szabóti Átám nyelvész. Tehát látunk egy, egy, hatalmas levelező társadalmat. Tehát ő tartja a kapcsolatot az értelmiségi körrel, és nagyon szélesen. Tehát nem egy betokosodott valaki. A nyugat-európai magyar emigrációt próbálja összefogni, azután Amerikában ugyanezt csinálja, 51-52-től kezdve, és hát egy világszervezetet próbált kialakítani. A leveleiben jól tükröződik, hogy két lépésben gondolta az erdélyi világszervezet létrehozását. Az első lépés sikerült neki, össze tudta hozni az Erdély Intéző Bizottságba, 1965-ben létrehozott Erdély Intéző Bizottságba az akkori erdélyi szervezet, Amerikában. A sajátját, az amerikai erdélyi szövetséget, az erdély bizottságot és az erdély védelmében mozgalmat. Tehát ő egy kompromisszunk kész, egy megegyezésre hajlamos uh, uh, tulajdonképpen rugalmasság, elő rugalmassága rendelkező politikus, akiről ugye beszélünk. Sajnos a második lépés, a lényeg már nem tudott megvalósulni. Az, hogy ezek a szervezetek egységesen globális szervezeti hálózattá növekedjenek, hogy benne legyenek az európai um, erdélyi szervezetek, benne legyenek a kanadaiak, a braziliaiak, az ausztrálok, rengeteget levelezett velük, győzködte őket, próbálta meggyőzni, hogy egy közös memorandum típus dolgozat dolgozzanak egységesen ö, stratégiát dolgozzanak ki. <kül> Elnézést, tehát ugye tehát, hogy az Edé magyarságot egységesen képviseli. Ne mondogassanak ellent egymásnak, mert akkor tulajdonképpen ásuk a saját sírunkat. Nem sikerült. De ez azt hiszem, hogy nem az ő hibája. Vagy nem lehet ezt, ezt az ő hibájaként elkönyvelni. Arc biztos, hogy a Szovjetunióra nem támaszkodott soha, semmilyen körülmények között tudta jól, hogy a Szovjetunió nem lesz partner abban, hogy megváltoztassák az erdélyi határokat, vagy a közép-európai határokat. A akkor hát mi maradt hátra? A nyugati hatalmak meggyőzése. És ezért tett minden lehetséges lépést, eljutatott memorandumot Shadow Gaulle elnök kezébe. Eljutatott memorandumot az akkori német kancellárok mindegyikének a kezébe a 60-70-80-as években. Azért elsősorban, mert a demokrata útvonalon a CDU-val, a német CDU-CSU pártszövetséggel nagyon jó kapcsolatokat épített ki, és ezekre támaszkodott. De hát felkereste a kanadai kormányt, hogy próbáljanak meg elkülöníteni a hatalmas kanadai területeken egy megyényi, vidéket, Hogyha már olyan sok magyar menekül ki Erdélyből, akkor legalább egy helyen tudjanak letelepedni. Magyar, magyar legyen az a régió, legyenek együtt, ne, ne olvadjanak be, ne veszítsék el a magyar Kanadai kormány erre sajnos nem volt hajlandó, tehát ez a terv dugába dőlt. De Amerikában meg tudták győzni a, a mind a, a republikánus, mind a, a demokrata szenátorokat, hogy hogy vállalják fel a kérdést. 1965-ben 8 szenátor és 8 képviselő, bocsánat, 8 képviselő és 2 szenátor szólal fel, hogy az erdélyi magyarság elnyomását abba kell hagyni. És ez egy olyan hang volt, amit a Ceausescu féle román diktatúra meghallott Romániában, és ez is hozzárult ahhoz, hogy a 60-as évek végén enyhülés következik be, hogy tulajdonképpen az erdélyi magyarság elnyomatása valamelyes, tudjuk jól, csak látszólagosan, de legalább valamelyes csökken és ebben neki óriási szerepe volt, amiről persze nem szól a fáma, ugye hát a kommunista rendszer nem igazán szerette az ő személyét egyáltalán még megemlíteni se. most a, a milyen erdélyi tervei vannak? A legfontosabb erdélyi terve az önálló erdély gondolata. Ezt akarta megoldani föderatív alapon. Tehát, hogy legyen erdély önálló. Akkor is, hogyha ez valószínűleg román többséget jelent, és csak kényszer megoldás, de azt mondta, hogy csak akkor maradhatunk meg igazán erdélyeknek, mint erdélyi magyarok. Erdélyi... Gróf Teleki Béláról tartott előadást Murádén Kristóf itt a Református Kollégium udvarában.